többek között Chopin műveivel ismerkedtek a dobós diákok egy rendhagyó énekzene órán. Legutóbb az egri születésű Várnagy Andrea zongora művész látta vendégül a gimnázium, ahol a fiatalok interaktív kurzuson vettek részt. Szerintem a művészeknek az a feladatuk, hogy az értékekre rámutassunk, és közelebb hozzuk a klasszikus zenét. Azzal, hogy interaktív, hogy egy kicsit közvetlenebb stílusban próbáljuk közvetíteni, megpróbáljuk megmutatni, hogy mit is üzen a zeneszerző, akár kortárs magyar költők verseivel is segítve, ennek mindig nagyon nagy sikere van, és a szív a szívhez talál. Tehát, hogyha az üzenet eljut, és tényleg azt látják, hogy mi szeretettel adjuk ezt, akkor ők szeretettel fogják fogadni. Az interaktív órán a komoly zenei műveken keresztül a belső értékekre, a szeretetre és az egyetértésre szerették volna felhívni a figyelmet. Lélekben is könnyebben állnak az élethez azok, akik ismerik és értik a zenét, fogalmazott Habis László polgármester köszöntőjében. Hozzátette célja, hogy Egerben zenét szerető generációk nőjenek fel. A kurzuson a líra is hangsúlyos szerepet kapott, így például Várnagy Andrea a Hambas Béla gondolatait is közvetítette a diákok felé. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre. Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós ujjok tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajlott.